Hamarosan nyit a strand és ingyenes filmeket is vetítenek Nyíregyházán. Kiderülnek a részletek a mai Sziesztában, érdemes lesz velünk tartania ismét. Május 25-e péntek van, és most hétvégén sem unatkozhatnak. Rengeteg színes program lesz a belvárosban és a külterületeken is. Az egyiket ajánlja első vendégem, Újvári Péter. Szervusz! Szia Vivian, jó estét, vagy jó napot kívánok! Mesélj arról, hogy milyen rendezvényt hozol Nyíregyházára, és mitől lesz ez különleges a nyíregyháziaknak? Hát ez tulajdonképpen egy sportrendezvény, összekovácsolva a Korzó 10 éves születésnapjával, hogy az egy buli, és végül is egy rolleres biciklis felvonulást, ami ugye a bicikli az egy standard dolog, azzal nagyon sokan járunk Nyíregyen, rollerrel kevesebben, de egész praktikus, szóval szép lassan egy 10 éven belül biztos itt is nagyjából megszokjuk, hogy ha bejövünk a belvárosba, akkor a biciklit ezt nehezebb lecsatolni, vigyázni rá, esetleg ha nem csatolod le, akkor ellopják, uh-huh. A rollert viheted magaddal. Úgyhogy holnap egy 11 órakor egy ilyen rolleres biciklis felvonulás lesz, ami itt Nyíregyen megyünk egy 10 kilométert, körülbelül a rendőrség felvezetésével, és akkor lehet menni a járdán, vagy az úttesten is, és lezárnak pár kereszteződést, és ott átmehetünk. Tulajdonképpen ez egy ilyen kis figyelemfelhívás, hogy sportoljunk, és a rollert is be lehet vezetni szép lassan az életünkbe, hisz a gyerekeknek van. Úgyhogy... Meg hát, hogy közlekedjünk egészségesen, és az elmúlt pár pillanatban a mondandódban körülbelül 2-3 alkalommal elhangzott a 10-es szám, ugye eleve a Korzó születésnapja 10., tehát jubilál ez, igen, a bevásárlóközpont. Igen. Ugye említetted, hogy 10 kilométeres lesz ez a kör, és remélhetőleg 10 év múlva már nem lesz olyan furcsa, hogy rollereznek esetleg a nyíregyházi fiatalok. Rengeteg minden van most ezzel kapcsolatosan. Igen, Nyíregyháza amúgy biciklis nagyhatalom lett az elmúlt években. Rengeteg helyen fejlesztették például a kerékpár utakat, uh-huh. ami a rollerezőknek is nagy-nagy szívecsücske, hiszen ott száguldozhatnak idézőjelben. Azt hiszik egyébként, bocs, Vivian, erről, mondhatom? Persze. Hogy a roller valójában egy gyermekeszköz, ezt gondoljuk. Valójában nem. Tehát közben tudom, te is hogy, ezzel érkeztél. Hát ezzel érkeztem, mindenhova ezzel megyek. Tehát, hogyha külföldre megyek, akkor földobom a vonatra, uh-huh. vagy a buszra, vagy a repülőre, és hogyha mondjuk leszállok mondjuk külföldön akárhol, akkor kiveszem a csomaggal együtt, és a csomag az rajtam van, a roller pedig ott van azonnal, hisz ha elmegyünk mondjuk Prágába, Bécsbe, Londonba, vagy bárhova, akárhova, vagy Horvátországba, akkor nem szoktunk magunkkal vinni biciklit. Van, aki visz, de van, aki nem. És ahhoz meg, hogy ott vegyünk egy másikat, az meg plusz pénzkidobás, tehát inkább elviszed. Nem most... kérem, hogy mutasd meg, mert éppen, hogy csak meg tudtuk stabilizálni hát ezt az eszközt, de azért tényleg ez egy két mozdulat, és össze tudod csukni, lényegében az alsó felületével, igen, egyenrangú lesz, igen, az összecsukott roller, tehát tényleg kis helyen is elfér, akár a vállára is felveheti az ember. Van hozzá ilyen, mintha hátizsákunk, aha, lenne ez a tornacsomag a suliból. Hmm. De jó. Tehát és akkor a válladra veszed, az egyiken az egyik, másikon a másik, vagy hát ugye a hátizsákod, uh-huh, itt a roller. Ez a rolleres felvonulás amúgy Nyíregyházan első alkalommal lesz holnap, de van ennek a rendezvénynek vagy felvonulásnak már egy előélete. Budapesten volt már hasonló, amit szintén ti rendeztetek. Van. Mekkora sikere volt annak a rendezvénynek? Ergo mit vártok a Nyíregyházitól? Hát a Budapesten volt először, ez a nagy tesója, vagy hát a kis tesója, már nem tudom, inkább a kis tesója, mm, a nyíregyi felvonulásnak, és hát nagyon jól sikerült, esővel kezdődött, úgyhogy 10 órakor találkoztunk, zuhogott az eső, teljesen felhős volt, és 11-re kiderült, felszáradt minden, kisütött a nap, és megjelent 250 ember a BKK-val és tehát a közlekedés felügyelettel és a rendőrséggel együtt, és nagyon jól sikerült, imádták, tehát gurult a... Tehát voltak gyerekek, akik mondjuk 6-8-10-12 évesek, ők jöttek rollerrel, ők nagyon szerették, hogy az úttesten lehet rollerezni, és az anyukák, apukák, vagy volt, aki nagymamival jött, ők meg biciklivel kísérték, ah, sőt, jöttek olyanok, akik ilyen nagyon piciket hoztak, és a bicikli mögé kötöttek egy utánfutót, és abban ültek a kicsik. Tehát, hogy ilyen... Tehát ez ilyen családi megmozdulás, uh-huh, is azért jó, mert most Nyíregyen ugye lesz holnap, ugye szombaton, uh-huh, ez a nagy buli, lesz koncert, mert itt lesz a KFT együttes, meg itt egy csomó ilyen program lesz. Kipakolunk a Korzó melletti területre rengeteg sporteszköz, lesz ott roller, bringa, pingpongasztal, meg tollasháló, vagy labdák, frisbee, mert minden ilyen dolgokról megpróbáltam gondoskodni. És egy ilyen kissé családi sportnak, meg gurulunk is egy nagyot, úgyhogy remélem, hogy itt
Azért is gondoltam, hogy Nyíregyen, mert én 25 éve járok már Nyíregyházára, sőt, még kiskoromban is voltam, de akkor mindig Gornyára mentünk nyaralgatni. Vásáros nem én fel, de mindenki tudja. És mivel nagyon sok jó kapcsolatom van, meg sok haverom van itt, meg jó barátok, ezért gondoltam, hogy miért ne próbáljuk meg, és akkor végül is érdeklődtem, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és a végén egy kicsi kapcsolatszálon el lehetett csípni ezt a korzó rendezvényt, amiben pont beleillik, és legalább a közönség, aki eljön, tehát rollersek, biciklisek, azok be tudnak torkollani, vagy hogy mondjam magyarul, ebbe a rendezvénybe, és van egy vége, tehát nem muszáj szétszéledni, tehát nem az, hogy kimegyünk a sóstóra, és akkor mindenki megy horgászgatni, vagy nem tudom. Ez amúgy nagyon jó rendezvénynek ígérkezik, és a nézőknek mondom, hogy ingyenes rendezvény, és majd, hogy nem, előzetes regisztrációhoz sem kötött, mert aki úgy érzi, és tényleg jó idő lesz, akkor rollerre vagy biciklire pattan, és akkor simán ennyi. Lehet csatlakozni igen. ehhez. És jól lehet vele menni. Tehát most ugye Tokajig, ahogy említetted, Tokajig elkészült az a szép bicikliút, és hogyha valaki rollerrel indul el, körülbelül egy olyan normális tempóban, tehát hogyha nem izzadunk le, 15-tel megy a roller is, de bringával se szoktunk sokkal gyorsabban, jó 20-szal, de hogyha jobban hajtasz, akkor 25-tel simán megy a roller, úgyhogy én például abszolút vállalkozom arra, hogy mondjuk Tokajig elmenni rollerrel, annyi a lényeg csak, hogy az út minősége, hogyha jó, és nincs tele kátyukkal, akkor ugyanúgy lehet vele menni, szóval ez egy gyors szerkezet, mondjuk innen Örökösföldön ott vagyok mondjuk 8 perc alatt. Egy kis érdekességet azért oszt meg a nézőknek, így a beszélgetés vége felé, hogy mondjuk melyik a legnagyobb roller nemzet Európában vagy a világon szerinted? Van olyan, aki... Hát most az az érdekes, hogy úgy néz ki, hogy Magyarország lesz. Tényleg? Na hát legyen. Azért, mert Londonban is van, Bécsben rengeteg rolleres van ott is, de hogy... Tehát tudom, hogy Nyíregyházán nincsen sok rolleres, bár a múltkor 6 napig itt voltam egy 3 hete, és akkor láttam körülbelül 10-et. De abban volt pici gyerek is a játszótéren. Úgyhogy szerintem most elő fog kerülni, viszont Budapesten olyan sok van, mivel a közlekedés, iszonyú forgalom, az összes autós így áll, az egyik üvöltözik a másikkal, a biciklisek ütik az autósokat, láttam tegnap előtt, hogy behajt elé. A rollersek tudnak menni a járdán, fölkapják, felszállnak a villamosra, vagy a metróra, vagy a buszra, amit itt is lehet, és nagyon-nagyon sokan, úgyhogy szerintem majd végzek egy statisztikát, de jó belekérdeztél, mert ahol lehet vásárolni rollereket, ilyen üzletekben, ott nagyon sok roller fogy Magyarországon. Én ennek örülök, és annak is, hogy egy ilyen rendezvényt annak idején kitaláltatok, életre hívtátok, és ide Nyíregyházára is elhoztatok. Május 26-a a belvárosban hatalmas buli, koncertek és rolleres, bájkos felvonulás, úgyhogy mindenki találkozhat többek között Petivel is, aki szeretne szombaton egyet két kerekűvel suhanni a belvárosban, vagy akár ezt a 10 kilométeres kört megtenni. Önöknek pedig ajánlunk egy érdekes interjút, Pócsi Istvánnal beszélgettem a 7 jelről, de hogy mi is ez, nem sokára kiderül. Akkor nézzük. '97-2001 között Nyíregyházán zenéltem az FOTB nevezett zenekarban, és amikor abból a társaságból még kicsit is szétszaladtunk, akkor utána nekem az aktív zenélés az teljes mértékben háttérbe szorult. Utána ugye most már 5 éve elkerültem a városból is, tehát gyakorlatilag a mindenféle zenei életből kikerültem Nyíregyházáról. Viszont megvolt arra a késztetés mindig is, hogy egyrésztről a régi zenekartól dalokat, másrésztről pedig az azután született ilyen fióknak íródott dolgokat egy kicsit jó lenne, hogyha legalább saját magam számára hallgathatóvá vagy láthatóvá tenném. És a tavalyi évnek volt egy ilyen furcsa, depresszív időszaka, mert hogy tavaly betöltöttem a 40-et, és akkor előtte egy öt hónappal, és hogy úristen, mit csináltam, mik voltak mögöttem, és hogy tök jó volt, mert mondjuk az autós találkozó, amit ugye bátyámmal szerveztem, arról volt lenyomat, mert hogy ott voltak ugye az éves összefoglalók, és azt ugye én saját magam vissza tudtam tekinteni. A KGST partira gondolsz? Igen, a KGST partira gondolok, ami ugye 10 évet élt meg ebben a városban, és hát legjobb tudomásom szerint még az autószerető és az autózó közönség a mai napig roppant múlt hiányolja.
És akkor volt egy ilyen nagy hiányérzet bennem, hogy hát hogy a zenében mit csináltam, vagy hogy csináltam, és gyakorlatilag egy ilyen áprilisi este, de ilyen este 11 óra magasságában, hogy most van itt az ideje annak, hogy elkészíteni felvételeket. És tényleg ennyi volt az első körös gondolat, hogy csak felvételeket készíteni. 40 éves leszek, 20 éves lenne az FOTB, tehát hogy minden összeállt. És gyakorlatilag egy pár nap alatt azokat a zenészeket, akikkel én már valami hasonló dologról korábban beszélgettem, újra megkerestem, Facebook telefonhívások, és mindenkitől az jött, hogy Pisti, nem érdekel az, hogy egyeztetsz meg, hogy már megint mit találták ki, szóljál, hogy mikor menjünk stúdiózni. Tehát volt egy annyira pozitív és gyors visszajelzés, amiből úgy azt gondoltam, hogy akkor most van itt az ideje annak, hogy kezdjünk el az egészen gondolkodni. Ez lett a hét jel. Hány zenész társad, barátot sikerült magad köré vonzanod ezzel az alap ötlettel, gondolattal? Igazából erre a létszámi kérdésre azt tudom mondani, majd akkor, amikor októberben megjelenik a lemez, és meg lesz a teljes felsorolás, majd akkor fogom tudni megmondani, mert hogy a dalok szerkezete, a dalok változása és a stúdiózás miatt ez az egész egy picikét változik. Tehát egy nagyon aktuális történetet, hogy elmeséljek, néhány nappal ezelőtt Jamie Winchesterrel beszélgettünk Facebookon, mi újság van vele, újra Írországban van, zenélés, hogy van, és így mondja, hogy hát, hogy Pisti, megint van kedvem zenélni. És hogy küldjél dalokat, meghallgatom, majd jól elmondom a véleményemet, te pedig majd úgysem fogod meghallgatni, és úgysem csinálod azt, amit én javaslok, de maximum belegitározok és vokálozok. És mondtam neki, hogy Jamie, őszinte leszek, te voltál az egyik olyan ember a Rutka Robi mellett, akit így nem mertem felkérni. Tehát, hogy így igazából így generálódik az egész saját maga, vagy Gangsta Zoli például, hogy felhívtam, hogy szeretném, hogy eljöjjön egy dalba, hát kicsit csúnyán beszélni, vagy rappelni, és most a szavakat nem fogom pontosan idézni, mert nem biztos, hogy a televízió bírja, de gyakorlatilag lelettem dorgálva, hogy ki ne találjam, hogy ő egy ilyen lemezre nem dobolni jön. Egyébként közel 30 zenészről van szó, 7 dobos, 8 gitáros, és tényleg változnak még a számok. Pontosan hány dal születik majd akkor októberig, illetve nagyon fontos, hogy már a vizuális úton elindultatok. 11 dal van tervezve a lemezre, első körben egyébként 7 dal lett kiválogatva. És akkor gyorsan meg is van, hogy miért 7 jel. De tényleg ez volt, hogy 7 dal lett a nagy szummából, a nagy egészből kiválogatva, és akkor, hogy 7, az egy jó szám, ráadásul 77-es vagyok, mit lehetne ehhez társítani, és akkor nyomokat hagyunk, pecsétet hagyunk, és ugye a jelszó választódott ki, és egyébként nagyon pozitív a visszajelzés a szakmai körökből, hogy magyar név és jó név és tartalommal lehet megtölteni. Most jelenállás szerint 11 dal, ettől több biztosan nem, egy dal van, vagy egy olyan zeneszám van, aminek a léte még egy picit kérdés, és egyébként ez is egy nagyon érdekes sztori, mert a Jekyll és Hyde című musical, Párbaj című szerintem legnehezebb daláról van szó, csak jelenállás szerint pont annyira nehéz, hogy ugye nem egy egyszerű musical átiratot szeretnénk, hanem ezt szeretnénk rockzenébe átültetni, és hát jelenállás szerint ott tartunk, hogy 3 gitárosnak már feladta a leckét, és lehet, hogy ez elengedésre kerül, de egyébként egy 10-11 dalos és egy bő 1 órás lemezre készülünk. A klip pedig pontosan 7 hónappal a stúdió felvételek elkezdése után debütált, április 25-én, ez a Mi vagyok című dal, egyébként ennek még az eredeti zenei koncepcióját Domokos Tibivel alkottuk, aki ugye szintén sokáig Nyíregyházán alkotott, és ebben a dalban Lukács Peta, a Bikiniből, Csányi Zoli, a Ray és Adam trió, illetve a Blackoutból ismerhető, Megyeszai Pisti basszusgitározik, aki most jelenállás szerint például a Révész Sándor zenekarnak a basszusgitáros, és a Honeybeesből a Kővágó Zsolti billentyűzik, illetve vokálozik, és ennek a dalnak is, illetve a klipnek is van nyíregyházi megmutatkozása, vagy fontossága. Az egyik az, hogy nálatok lesz a premier, TV premier. Tehát az online csatornákon ugye már el lehetett érni, de televízióban még sehol nem lett sugározva. Zenészek, illetve jó magam nem szereplek benne, viszont egy valamikor egy nyíregyházi főiskolás tesis fiatal ember, a Kosztor Attila, aki egyébként ma már kaszkadőrként dolgozik és nemzetközi karriert kezd befutni, ő elvállalta, hogy vállalja azt a férfiúi szerepet, akit a szőkevörös démonunk egy kicsit megkarmol és perverz vágyait kiéli rajta. További nyíregyházi vonatkozásokról mesélj, kiket láthatunk, hallhatunk még a készülő albumon majd október után? Nagyon szerettem volna régi zenésztársakkal is együtt dolgozni, tehát itt a Bánfalvi tesókra értem. Teljesen korrekt beszélgetés folyamán nem elutasítás volt, hanem sokkal inkább magától a zenétől ők távolabb helyezkedtek.
emiatt ők nem vesznek részt, viszont a régi zenekarom régi basszusgitáros, az FOTB-ből ismert Bodnár Peti közreműködik, ráadásul vele pont egy FOTB dalt vettük fel, tehát egy ilyen nagyon-nagyon autentikusnak nevezhető ez a kapcsolódás, illetve Zombor Szabi dobol az egyik dalban, és hát egyéb iránt Szabiról szeretném elmondani, hogy ilyen családi jó baráttá is keveredett az elmúlt időszakban. Hiszen bátyámnak tavaly volt az 50. nekem a 40. születésnapom, és kaptam ajándékba egy meglepetés bulit Budapesten, és a zenészek közül Szabi utazott fel gyakorlatilag Nyíregyházáról Budapestre. Nem függ össze ilyes formán a két dolog, csak azt gondolom, hogy az emberi szálakat jól mutatja, hogy mennyire és miként figyelünk egymásra. Ahogy a műsor elején már felkonferáltam, hamarosan nyit a strand, már csak jövő hétvégéig kell kibírnunk, kihúznunk valahogy, többek között erről is beszélgetek vendégemmel, hiszen itt van Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT értékesítési vezetője, szervusz! Szervusz, Vivian, üdvözlöm a kedves nézőket! Június 2-a, hát már szerintem hihetetlenül várják a nyíregyháziak, hogy csobbanjanak egy jó nagyot Sóstón. Ti is ilyen gőzerővel készültök erre a nyitányra? Ez mindig egy ünnep egyébként, nem csak a nyíregyháziak és a hozzánk érkező vendégek életében, hanem talán hihetetlenül hangzik, de ez a mi életünkben is egy ünnep, mert ez mindig egy mérföldkő, valami nagy dolognak a kezdete, ugye a főszezont megnyitjuk, és hát ilyenkor hihetetlenül sok munkát végeznek el a kollégák, ugye velünk egyetemben, hát már hónapok óta gyakorlatilag van, aki a kertészek karbantartók, akik csak azon dolgoznak, kis túlzással csak azon dolgoznak, hogy minden rendben legyen, és a parfürdő a megszokott pompájába várhassa majd is a vendégeket, akik június 2-án, ahogy említette is, jöhetnek majd hozzánk fürdőzni. Május elején egy híradós tudósítás miatt találkoztunk a strandon, ott a termálvilág környékén, és meglepődve tapasztaltam, illetve néztem körbe, hogy a nálatok dolgozó fiatal emberek már rövidnadrágban vagy úszónadrágban a medence alját tisztítják, rendezik a terepet, tehát ez tényleg nagy feladat volt tőletek. Persze, ez minden évben egyébként megtörténik, ez a karbantartási munka, azt hiszem, akkor pont az 50 méteres medencének ugye a sátor fedését bontottuk el. Igen. Mellette a családi medencébe, igen, ilyenkor ugye, amit a tél hagy maga után, ezt minden évben elmondjuk, azt helyre kell, hogy hozzuk. Ugye csempeburkolatok itt-ott megsérülnek, azt ki kell, hogy cseréljük, nehogy valakinek elvágja a lábát. Olyan fugát kell ugye alkalmazni, amit savazzuk a medencéket, mindenféle kemikáliákat használunk, ugye este, amikor elengedjük a nap, üzemi nap végén a vizet, akkor azt ott savazni kell, de azt se lehet akármilyen fugával csinálni, mert annak bírnia kell. Úgyhogy ez egy hosszú és bonyolult összetett munka, de szumma-szumárum az a lényeg, hogy itt vagyunk már a végén, úgyhogy jövő héten szombaton már minden a legnagyobb pompájába fogja fogadni a vendégeinket. Reggel 9 órakor nyitunk, ugye innentől kezdve a szezonban tudni kell, hogy minden reggel 9 órakor nyitunk, hétköznapokon és hétvégéken egyaránt, este 8 óráig vagyunk nyitva. A nyitó hétvégén, szombaton és vasárnap 10 év alatti vendégeinknek ingyenes lesz a belépés, hogy az elmúlt években ezt már megszokhatták a vendégeink. Ez a gyereknaphoz kapcsolódott, most ugye egy picivel később nyitunk ki, na de hát se baj, ezt megtartottuk a gyerekeknek, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lesz mindenkinek. Nagyon fontos, hogy a gyereknek a lakcímkártyáját hozzák magukkal a szülők, amin ugye tudják igazolni, vagy a személyigazolványát, a születési dátumot, ezt azért ellenőriznünk kell, de 10 év alattiaknak, tehát ha nyíregyházi, ha nem nyíregyházi, ingyenes lesz a belépő, úgyhogy várjuk őket szeretettel, ingyenesen búvárkodhatnak majd a gyerekek és a felnőttek egyaránt, lesznek egészségügyi szűrések, zumba, torna, minden, ami a parfürdőbe elérhető, az a vendégek rendelkezésére fog állni. Hihetetlen, hogy egy ilyen hatalmas nagy rendezvényel, meg kedvességgel indul ez a idén nálatok. A gazdasági igazgató nem is örül neki. Biztos, hogy lesz olyan család, aki már nem 9 órakor lesz ott, hanem 8 órára, hogy ő legyen az első, és mindenképpen csobbanjanak a medencébe. Számadatokat nem szeretett tudom, de hogy ilyenkor azért ilyen több tízezren, vagy hányan lehetnek az első napokon, mert ez tényleg jó idő lesz, június. Az első nap az
az időjárás függő, aha, természetesen ugyanúgy, mint az egész év. Egyébként ez változó. Ha nagyon jó idő van, akkor mondjuk ilyen 3000 körül volt a legtöbb, amire én emlékszem, vendégszámunk, de ez nem megy ilyen kétségbejtően nagy szám. Eljöttek, ott voltak, hát ugye amikor azt tudnánk mondani, hogy 6-7 ezer, de nem, ez nagyon sokan feltezik azt a kérdést, hogy miért nem május 1-én nyit ki a strand. Azért, mert teljesen indokolatlan lenne anyagi szempontból. Nyilván a vendégek azt mondanák, hogy hú, de jó, de utána kinyitni egy napra, tehát ott mindent ugyanúgy kell elindítanunk, ha egy napra nyitunk ki az egész 10 hektáros fürdőművet, mint amikor az egész szezonra nyitunk ki. Aztán utána az tényleg egy szép nap lenne, ha jó időm a május 1-én, vagy az a hosszú hétvége, ha éppen hosszú hétvége, és utána leesne a vendégszám, és termelnénk a 10 milliós mínusz, vagy több 10 milliós mínusz, tehát ennek nyilvánvalóan semmi értelme nincsen. Azt már, ahogy hangsúlyoztuk korábban, jövőre, amikor már a szálloda is ugye átadásra kerül, ott most egy nagy összekötő folyosó, ugye, amit mindenki tud, hogy épül, amivel a szálloda, az új szálloda és az élményfürdő össze lesz kötve, akkor már, hogyha ez meg lesz, ott egy rendezett zöld felületet tudhatunk majd magunk mögött. Nem lesz egy ilyen építkezési, felvonulási terület, mint most még részben, amit el is fogunk, vagy el is kerítettünk a vendégeink elől, és akkor jövőre, már május 1-én részlegesen meg tudjuk majd nyitni mondjuk a parkfürdőt az 50-es medencével, a családi medencével és egy rendezett környezettel. Tehát ez idén nem tudott megvalósulni ugye a szállodaépítés miatt, de jövőre már azért másabb lesz ez az egész. Milyen újdonságok vannak még a házatok táján? Gondolok itt arra, hogy pár héttel ezelőtt a nyiregyháza.hu egyik vezető híre volt, hogy új arca lett Sóstógyógyfürdőnek, nektek, ki ő, hogyha valaki esetleg lemaradt volna erre. Hát szerintem már nem sokan vannak, akik ezzel nem találkoztak. Rubin Tréka lett az idén a reklámarcunk. Egy nagyon színes együttműködés ez az egész. Én azt gondolom, hogy már ezt korábban is elmondtam, olyan nagy reklámzaj van a fürdők körül Magyarországon, rengeteg fürdő, több száz fürdő, több mint 500 fürdő működik. Valamivel egy kicsit meg kell, hogy mutassuk mi is magunkat. Számtalan, minden évben egy új üzenetet küldünk a vendégeink felé, minden évben egy új szlogennel jelentkezünk, ami csak az adott évre, vagy egy új tematikával, koncepcióval jelentkezünk. Most ez egy újabb arcunk, nem egy végállomás, hanem ez egy állomás. Jövőre lehet, hogy majd megint egy másikat fogunk kitalálni, és megyünk szépen sorba. Én azt gondolom, hogy Rubin Tréka, elnézve az ő munkásságát, a családi életét, és a többi, hogy az egészséget szimbolizálja, egy energiától duzzadó emberről van szó. Tehát minden, ami mondjuk egy fürdővel kapcsolatos fogalmak mondjuk eszedbe jutnak, mint az egészség, a dinamizmus, az aktivitás, az élmények, ezt ő szimbolizálja. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól illeszkedik a fürdőnk arcaként ebbe az egész programban, és hát majd most jön majd ugye még Nyíregyházára több alkalommal, már most az állatparkot bejártuk, mindent bejártunk vele, úgyhogy abszolút sóstoló képbe került, és nagyon fontos ugye az, hogy egy nagyon szerethető emberről van szó, de mindemellett az, hogy milyen követőtábora van, ugye milliós követőtábora van, és az, hogy mi az üzenetünket egy Instagram videóval, vagy egy Facebook élő bejelentkezéssel 2-3 nap alatt 100 000-es nagyságrendbe tudjuk eljutatni az ő követőihez, ez nem mindegy. Tehát volt, aki nem volt elragadtatva ettől a dologtól, kaptunk kritikákat is ezzel kapcsolatban, na de hát Rubin Tréka Magyarország 6. legfontosabb véleményformálója a milliós követőtáborával, nők között pedig az első, tegyük hozzá, az első 5 az férfi, és azt kell mondanom, hogy amikor tényleg látjuk egy videós bejelentkezésénél, hogy 2 nap múlva, meg 3 nap múlva 100 000-nél jár a megtekintés, mondjon valaki egy hatékonyabb marketing eszközt, ami árérték arányba ilyen jó, és ilyen szinten mérhető, hogy hány vendéghez jutottunk el. Na meg hát a posztok közben, amik ott vannak, hogy jövünk, megyünk, jaj, de szép, stb. Ez nagyon jó, azt gondolom, ez mindenkinek jó, Nyíregyházának is jó, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy gyümölcsöző dolog lesz. Az egyik leghálásabb interjú alanyom vagy. Hiszen igen? Kérdezek egyet, és csak mondod az érdekesebb információkat. Körülbelül 1 percünk van még arra, hogy szóljunk arról, hogy mi várható még a strandon. Tehát oké, most mindenki június 2-ára koncentrál, jövő héten szombaton nyit a strand, ha valaki lemaradt volna reggel 9-kor a beszélgetésünk elejéről. Mi lesz még esetleg, ami húzó rendezvény lesz, amit meg fogtok szervezni nyáron, ami biztos, hogy hozzátok köthető? Azok köthetőek biztosan hozzánk, amik már eddig is biztosan hozzánk
talán köthetők voltak. Tehát a jól bevált rendezvények az idén is mennek tovább. Igen, tehát a strandnak alapvetően a működése rengeteg munkával jár, de ugye vettük a bátorságot és a fáradtságot magunknak, hogy csináljunk még rendezvényeket. Ugye a kerítésen kívül is június végén Sóstófeszt lesz ugye a Tófürdőn, ezt tudja mindenki, aki rajongója ennek a rendezvények már nagyon jól. Július 14-én szombaton lesz a Sárkányhajó Fesztivál Sóstón és a Bogrács verseny, következő hétvégén a Strandfoci Fesztivál, aztán augusztus első hétvégén a Sörfesztivál lesz. Rubindréka júliusban 28-án szombaton alakreformedzést tart majd a Parkfürdőben, illetve majd augusztusban a Vidor Fesztivál keretén belül is tart majd a Kossuth téren alakreformedzést, úgyhogy sokat fogunk vele is találkozni, és hát ezekkel a rendezvényekkel. És hát számtalan olyan rendezvény lesz még, ami kisebbek, ugye most a legjelentősebbeket mondtam el nyilván, ami kisebbek, de szóval mindenki időbe értesülni fog mindenről. Ha nyár, akkor Sóstó. Ha ott vagyunk, akkor nem maradunk le semmiről, én azt gondolom. És érdemes ott lenni június 2-án, reggel 9 órakor, akkor nyit a strand. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig ajánljuk a múlt hét végénket, hiszen városnap, szelektív szombat, várostortája, koncertek, rengeteg minden volt, most összegezzük ezt önöknek. Mint minden évben, idén is megtartották a Városnapot, melyel Nyíregyháza újratelepítésének 265. évfordulójára emlékeztek. Az ünnepség pénteken kezdődött az ünnepi közgyűléssel, ahol felidézték azokat az időket, amikor a település lakóinak száma annyira lecsökkent, hogy Gróf Károlyi Ferenc kedvezményeket kínált azoknak, akik ide költöznek. Az új lakosság toborzását Petrikovics János csizmadia mesterre bízta, aki Békés megyéből hívott szlovák evangélikusokat. A rendkívüli közgyűlés másik kiemelkedő eseménye az volt, hogy újabb lengyel várossal írtak alá partnervárosi szándéknyilatkozatot. Ezután megkoszorúzták a városalapítók szobrát. Szombaton tovább folytatódtak a programok a Kossuth téren, már kora reggel megtelt látogatókkal Nyíregyháza központja. A fellépők mellett egy 1000 szeletes megytortával is kedveskedtek a résztvevőknek. A város tortáját idén a sipkaisok készítették el. Itt most újdonság az, hogy egybe szerveztük a szelektív szombatot a városnapi kulturális műsorokkal, ahol hagyományosan ugye helyi együtteseink lépnek fel a kicsiktől, az apróktól az idősekig, hiszen nyugdíjasoktól kisovodások, kiskolások is léptek fel, és hát ugye most vágtuk meg a város tortáját, amit tavaly előtt kezdtünk, a sipkaisok ötletére nagyon bevált. Most egy másfajta megytortát csináltak, és már meg is beszéltük, hogy jövőre is kell, hogy csináljanak, hiszen annyian várják, látjuk azt, hogy szeretik, és ezek a mi tradicionális itteni nyírségízeinkből készülnek. A szelektív szombat rendezvény idén 10. éves. A térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Szervezi. Célja a környezettudatosságra nevelés és közös jó hangulatú nap eltöltése a városlakókkal. Jubiláló 10. alkalommal tartjuk a szelektív szombatot az önkormányzat környezetvédelmi alapjának támogatásával, és a város, mint tulajdonos, úgy gondolta, hogy ezt a két rendezvényt mindenképpen társítani kell ahhoz, hogy minél több látogatót ide tudjunk csalogatni a Kossuth térre, és ez látható is, hogy nagyon-nagyon sikerült, mert a játék, a vidánság, a zene, a vetélkedés jegyében telnek el az órák itt a Kossuth téren, rengeteg ember jön, és ennek nagyon-nagyon örülünk, mert el tudjuk mondani azt a mondani valót a városlakóknak, amit szeretnénk, a környezettudatosságra nevelést, a szelektív hulladékgyűjtésnek a helyes gyakorlatát be tudjuk mutatni, és mindemellett szórakozni tudunk, mindemellett egy kulturális programot tudunk bemutatni a városlakóknak. A rendezvényen is a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Által szervezett játékokban résztvevők értékes ajándékokat nyerhettek. A legjobban teljesítők belföldi utazást, laptopot és kerékpárvásárlási utalványt vehettek át. A sztár vendégeket is nagy érdeklődés fogadta. Este színpadra állt Opitz Barbie, Korda György és Balázs Králi, illetve Kassa Tibi is.